Sziasztok, kedves barátaim! Akkor folytatjuk a mégis bőtölős témát. Nagyon jó elrendezés volt, amikor már ötödik napra bőtöltem, akkor meghívtam a barátjaimat, és főztem nekik ebédet. Muszáj volt elmondani a bőtölők, hogy értsenek, hogy miért ők esznek, én nem. Ők, amikor megtudták, akkor hoztak ajándékba gyümölcsleveket, zöldségleveket, amit itt látjátok a képernyőn. És én nagyon örültem, mert akkor egy Isten üzenete volt, vagy Isten kegye volt abban, hogy jó, próbálok. Nekem csupa lelki célom volt az egész bőtöléssel kapcsolatban, de miért ne lehessen kellemes a hasznossal, legyen a testi méregtelenítés is, mert ezek a gyümölcslevek az nagyon jól segítenek méregteleníteni a szervezetet, és akkor így minden napra volt egy üvegem. És jó érzés volt nagyon, hogy tisztító hatása volt ezeknek a gyümölcs, zöldség leveknek, nem is, és akkor egy az egybe egy jó volt, ahogy fel volt építve a sorrend. Ezzel nem is problémáztam. Ma pedig beszéljünk még a mentális hatásáról, az elme, az érzelmi hatásáról a bőtöléstől. Az egyik az, hogy az ember, amikor bőtöl, akkor észreveszi, hogy ő mennyire gyakran gondolkodik az étkezésről. Nagyon sokszor ember, amikor így eszik, akkor rendesen, akkor nem is tudatos róla, hogy evésről milyen sokszor gondolkodik, és eszik, és étkezik. És ez mennyire érzelmileg van összekapcsolva. Amikor valaki kezd bőtölni, akkor fog ezt tapasztalni, és ahogy már múltkor is meséltem, határozott fog maradni, nem fog bedőlni, hanem fog tovább kitartani, akkor észre fog venni, hogy egy kicsit megnyugszik az elméje, megnyugszik a tudata, és a gondolatai sokkal-sokkal tisztább lesznek. Más hogyan tud gondolkodni, értékelni, és ez a nyugalom, ami belül jön létre, egy ilyen természetes alázatosságot eredményez. Ez mentális tisztulásra is jó, mert hogy ember szabad akarat erejével tudjon szabad lenni evéstől. Bhagavad Gita, amikor a joga folyamatról beszél, akkor ott írja, hogy igazi ember, az kell, hogy legyen szabad szenvedéstől, boldogságtól, boldogtalanságtól, és evéstől is legyen szabad. Ez nem jelent, hogy sose ne egyen, de mikor vannak ilyen néha-néha bőtők, akkor ez adja egy mentális erőt. Természetesen nem javasolok mesélni a bőtölésről, hogyha ti csináltok valamilyen célla, akkor jó, hogyha nem meséljünk el, hogy én most így bőtöltem, és ezt csináltam, és ilyen lemondást végeztem, mert akkor el fogok veszíteni az erejét. Ezért én is nagyon sokat gondolkoztam, és én nem akartam erről videót csinálni egyáltalán, mert ez nem bohóckodás, cirkusz, hogy most mindenki előtt mindenki mutasson meg, hogy mi mit csináltunk, bőtöltünk. De hogyha ez valakinek inspirációra szolgál, csak ezzel a motivációval én döntöttem, hogy végül megcsinálom ezt most az egyszer erről videót. Jó, akkor mentálisan nagyon-nagyon jó segít, ember független kezd lenni. Ez azt jelenti, hogy a döntései és a látása független lesz az érzelmektől.
és akkor ember tisztában kezd látni. Ez volt a mentális hatása a bőtülésnek, majd beszéljünk utána a következő epizódban lelki segítségekről, amit nyújt a bőtölés. Természetesen a maga bőtölés nem ad lelki eredményeket, viszont kedvező ahhoz, hogy ember jobban és mélyebben tudjon elmerülni a lelki meditációban, mondhatjuk akár itt. Köszönöm szépen, ne felejtsétek kérem feliratkozni a csatornára, a csengő gombot nyomjátok meg, és lájkoljatok a videót. Ugyanakkor írjátok a kommenteket. Köszönöm szépen, Hare Krishna!